Üdvözlöm a stúdióban Gyöngyösi Mártont, a Jobbik Konzervatívok elnökét és európai parlamenti képviselőt. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt kívánok, és még várjuk ide a harmadik kérdezőtársunkat. Minden pillanat, bármelyik pillanatban megérkezhet, de akkor addig is nyilván kezdjük ezzel a bizonyos svéd NATO csatlakozással. Ugye azóta gyakorlatilag egy formális fejlemény történt, hogy Erdogan alá is írta az ehhez szükséges módosításokat, tehát ugye ezt nagyon gyorsan lezavarták a törökök. Indokolta az, amit az RTV híradójának válaszolt a Fidesz frakciója, hogy ők megvárják a miniszterelnöki találkozót? Egyáltalán nem indokolt. Tehát egy valamire való jogállamban és demokráciában azért a hatalmi ágak szétválnak, és a miniszterelnök ugye a végrehajtó hatalomnak a vezetője, és emellett van egy parlament, amelyik meg ugye a népszuverenitást képviseli, és a parlamentnek a ratifikáció, tehát a parlamentnek a jóváhagyását várják a svédek, hogy a parlament is ratifikálja Svédországnak a NATO csatlakozását. És hát annak, hogy egy parlament az mikor ülésezik, és mikor nem ülésezik, ennek semmi köze ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök éppen hol van, kivel tárgyal, meg mit akar. A Magyar Országgyűlés pedig bár most szünetel, és nem ülésezik, azért lenne számtalan módja annak, hogy a Magyar Országgyűlés összeüljön sürgősséggel, főleg egy ilyen esetben. Az egyik ilyen mód az volt, amit Facebook oldalán tett közzé, hogy írt az államfőnek, hogy egy ilyen helyzetben ő tovább gördíthetné a törvényhozásnak a kerekét. Hát van egy törvényi felhatalmazása Novák Katalinnak arra, hogy sürgősséggel összehívja a Magyar Országgyűlést pont ilyen esetekben. Na most Novák Katalinnak az álláspontját ismerjük ebben a kérdésben. Ő ugye többször őt mindig előre küldik, ugye oda, ahol éppen a kormányzatnak vitája van valamelyik féllel, ott mindig Novák Katalin elmondja az ellenkező álláspontot, ő az, aki ugye tárgyal Zelenszkivel, meg az ukránokkal, ott elmondja a saját álláspontját, miközben a tulajdonképpen nyomás alá helyezi a kormányzatot Novák Katalin, nem? Ez egy nagyon... Mint ellensúly. Igen. Hát akkor legyünk jó indulatúak, és tételezzük fel, hogy Novák Katalin tényleg egy ilyen, fajta ilyen ellensúlyt képez, de ha ismerjük Novák Katalinnak az álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És most rajtunk a sor. Ő azt mondta, hogy most rajtunk a sor, tehát ugye pont ezzel végezte ugye az egyik közleményét, vagy tweetjét az X-en, rajtunk a sor, hát akkor hajrá, Novák Katalinnak van-e, ő egy szuverén személy, egy szuverén köztársasági elnök, akinek ismert az ezzel kapcsolatos álláspontja, ő ne csak így a Twitteren biztassa a 133 legbátrabb embert a Magyar Országgyűlésben, hanem hívja őket össze, az egész Magyar Országgyűlést, és kezdeményezze a svéd NATO csatlakozásnak a ratifikálását magyar oldalról, ugyanis minden jel arra mutat, hogy végletesen elszámolta magát ugye a magyar kormányzat, ugye vagy folyamatosan hazudott, és tudták, hogy ők ezt nem akarják ratifikálni, és nem is akarják, vagy pedig elszámolták magukat ugye a törökökkel való tárgyalással kapcsolatban. Ugye ez már kiderült egyébként a finn NATO csatlakozásnál is, ahol hát rohantunk az események után, miután Niinistö államelnökkel Erdogan bejelentette Ankarában egy évvel ezelőtt, hogy a finneknek a csatlakozását jóvá hagyja Törökország, aztán ott utána Szijjártó Péter ugye nem győzte kommunikálni, hogy hát akkor most a magyar álláspont hirtelen hogyan változott meg pár perc alatt. Most a svédek esetében úgy tűnik, hogy ugyanez van, mintha nem szóltak volna a nagy török barátság jegyében, magyar-török barátság jegyében a Bemrakpartnak, hogy itt már pedig a török parlament ezt jóvá fogja hagyni, Erdogan meg egy nappal később alá fogja írni. Ez megtörtént, és hát roppant kellemetlen és kínos az egész eset Magyarország számára. Értem, hogy ez kellemetlen, meg főleg ugye a mi hírandónk is idézte, hogy konkrétan elhangzanak olyan ígéretek, hogy akkor nem Magyarország lesz az utolsó, de valójában mennyit oszt vagy szoroz az, hogy akkor mi lettünk az utolsók. Úgyis eddig is arról beszéltek, hogy Magyarország elszigetelt az Unióban, na most van még egy ilyen történet. Mennyit számít ez érdemben, és közben köszöntjük a HVG újságíróját és Gyükeri Mercedest. Szerintem ugye ennél a kérdésnél az a legfontosabb megvizsgálni, hogy mi a magyar nemzeti érdek. És ugye Kövér László álláspontját már talán ugye említették, hogy mennyire következetes. Úgy látszik, hogy Kövér Lászlóval ebben nem értünk egyet. Nekem szent meggyőződésem az, hogy Törökország NATO csatlakozása, főleg ebben a jelenlegi geopolitikai helyzetben, amiben vagyunk, meg úgy egyébként is magyar sajátos szemszögből is, kulcskérdés. Mondhatnám, magyar nemzeti.
Igen, tehát az, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz, mégpedig azért, mert egy erős katonailag felkészült, fejlett országgal bővülne ugye a 30-as tagsággal rendelkező NATO, ráadásul egy olyan időszakban, amikor van egy háborús konfliktus, amit ugye hát a NATO közösen hát próbálja ugye Ukrajnát győzelemhez segíteni. Ebben a helyzetben nagyon-nagyon fontos az, hogy az északi régióban Svédországgal, Finnországgal bővüljön a NATO két ütőképes, erőteljes országgal. Tehát ez magyar nemzeti érdek is, hogy az a szövetség, ami a mi biztonságunkat is garantálja, erősödjön. Ráadásul pont az első Orbán kormánynak a döntése nyomán Gripen vadászgépeket vásárolt az ország. Akkor sokan értetlenül láttak az eset előtt, hogy miért nem F-10 akárhanyasokat akkor, meg miért nem az amerikai atomvásárlók. Hát főleg a szenátoroknak a lobbizása után. Hát főleg igen, meg Selmeci Gabriela esetét se felejtsük el, de mindegy, a lényeg, hogy megvettük. A lényeg, hogy megvettük. Yeah. A lényeg, hogy megvettük. És hát, hogyha már a légierőnk a svédekkel kötött szerződéseken nyugszik, akkor szerintem egy primér magyar érdek az, hogy Svédország az minél előbb ennek a szövetségnek a tagja legyen. Mercedes, az a helyzet, hogy eddig a svéd problematikával kerül, csak erő első témánál. Itt vagy, parancsolj! Köszönöm szépen, és elnézést kérek a késésért. Akkor beszélgessünk egy másik közösségről, az Európai Unióról. A múlt héten az Európai Parlament elfogadott egy újabb állásfoglalást Magyarországgal kapcsolatban. Ugye megint előjöttek a jogállamisági problémák, megint előjöttek azok a felvetések, hogy vegyenek el bizonyos jogosultságokat Magyarországtól. Ön ezt ellenezte akkor is, és azóta is. Mit gondol, mi lenne a megfelelő szankció Magyarországgal, vagy a magyar kormánnyal szemben, hogyha a pénzek elvonása, a szavazati jog elvonása, vagy bármilyen más eljárás az nem megfelelő? Ugye Strasbourgban volt ez a vita, amire utalt, és ez a bizonyos szavazás ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban, amit az Európai Parlament ugye előterjesztett, és én ott ez a vitához hozzá is szóltam, tehát ott indokolt, ott az álláspontomat ismertettem ezzel a vitával, meg ezzel a határozattal kapcsolatban, amit a parlament elfogadott, és nekem az a szilárd álláspontom a kérdéssel kapcsolatban, hogy az összes Európai Uniós intézmény szerintem vagy nem érti, vagy nem akarja érteni azt, hogy Magyarországon mi történik. Vannak eszközök a kezében arra, hogy a magyar kormányt, mert hogy a magyar kormánnyal van probléma alapvetően, nem a tagállammal, meg nem Magyarországgal. Tehát itt van egy kormányzat, amelyik túlterjeszkedik, amelyik a jogállamiságot lábbal tiporja, amelyik rendszer szinten ellopja és eltulajdonítja az Európai Uniós forrásokat, és folyamatosan olyan szankciókat javasol az Európai Unió Magyarországgal szemben, amely ezt az autoriter hatalmat folyamatosan erősíti, és egyfajta kollektív büntetést alkalmaz a magyar állampolgárokkal szemben. Tehát nekem már kezd így a 5. évhez közeledvén elegem lenni abból, hogy az Európai Parlament mindig összeül, meg a bizottságot meghallgatjuk, meg ott a tanácsban is megy a nagy izmozás, és alapvetően nem találnak fogást magán a kormányzaton, de közben meg olyan javaslatokkal állnak elő, hogy a lisszaboni szerződésben garantált soros uniós elnökség megtartásának a jogát, az európai uniós forrásokat, azokat meg kell vonni Magyarországtól és a magyar emberektől. Mi lenne a B-verzió? Van B-verzió, hát Oroszországgal szemben például folyamatosan célzott szankciókat eszközöl ki az összes európai... Nem EU tag, de hát most mi a különbség, egy nem EU tag, meg egy... De akkor konkrét, amit kéne csinálnia. Hát én azt a javaslatot tettem, hogy sújtsák szankcióval Orbán Viktort és a slepjét, pontosan tudjuk név szerint, hogy kik ezek az emberek. Az Európai Unió is tudja, tehát amikor megírta az Elios lopásaival kapcsolatos jelentését, hát név szerint megemlítette Tiborcot, meg azt az egész klánt, amelyik eltulajdonította az Európai Uniós forrásokat. Nem is adták oda az EU pénzt. Hát, és nem is adták oda az Európai Uniós forrásokat, de ezt lerakták az asztalára, ugye az Olaf ezt kidolgozta, megnevezte azokat az embereket, abszolút, akiknek a hibájából ez előállt. Miért nem lehet írni egy szép listát arról, Orbán Viktor, Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, tehát nagyon szívesen segítek Ursula von der Leyennek a névjegyzék összeírásába, hogy kik azok az emberek,
akik miatt Magyarország ott tart, ahol tart. Hát Ütsák ki őket, meg a cégeiket az Európai Uniós piacokról, vonják meg tőlük a forrásokat, helyezik őket szankciók alá. Na felőle, jó, szóval nyilván az, hogy Oroszország háborút indított, és sokak szerint háborús bűnöket követett el, az nem összemérhető ahhoz, hogy gyanú alatt állnak bizonyos magyar üzletemberek, de erről ugye bírósági ítélet egy darab nincs, anélkül meg nehéz lenne egy ilyen listát létrehozni. Másrészt azért egy picit ismerve a magyar viszonyokat, csak feltételezve, azért 2 perc alatt létrejön, hogy ha nem ő, na akkor majd ő beszáll abba a cégbe, vagy létrehoz egy újabb céget, és akkor az már tiszta, oda már lehet uniós forrásokat irányítani. Minden megkerülhető. Először is arról, hogy mi bizonyított és mi nem bizonyított. Kétségtelen tény, ugye bírósági eljárások nincsenek, meg ítéletek ezzel kapcsolatban. De 2018-ban és 2022-ben is a Civitas intézet a Transparency-vel közösen elkészítette a korrupció fekete könyvét. Ezek vaskos, több száz oldalas könyvek külön-külön. Az egyik az ugye 18-ig. Vagy nem bírósági döntések. Nem bírósági döntések, de egy elég komoly tényfeltáró munka. Tehát ha valaki megnézi, és ezt lefordították angolra is, tehát hogy a bizottságban ne kelljen magyarul böngészni a fekete könyvet, bemutatja azt, hogy Magyarországon szisztematikus a korrupció, rendszer szintű, ami nem azt jelenti, hogy úgy véletlenül kialakul, és mindenki megy a korrupció után, de hát valahol nem találják, hanem bemutatja azt, hogy ez állami vezénylettel a Karmelitából irányított módon jött létre és épült ki Magyarországon, és ez a rendszernek a támasza. És ott van felsorolva benne több tucat eset. Tehát a kettőt egybevéve, 18-22, vagy 100 eset van felsorolva, konkrétan föltárva, ami alapján szerintem egy ügyészség, vagy egy bíróság 2 óra alatt meg tudná hozni a döntését. De ahhoz egy olyan ügyészség kellene. Tehát pont ezért van az, hogy mondjuk 27 mérföldkő, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, van ez a bizottsági úgynevezett blokkolás, ami ezt hivatott megakadályozni. Stint, én ezt értem, de ez alapján azért a bizottság egészen nyugodtan mondhatná azt, hogy már bocsánat, de amíg ezekben a konkrét esetekben nem látunk tisztán, addig Orbán Viktor és ezt a sleppet, ezt a kört, aki egyre szűkülő baráti és rokoni kör, ezt ilyen-ilyen amolyan szankciókkal sújtjuk. Tehát Orbán Viktor ezt a nyelvet értené. Tehát ő ezt a játékot azért játssza ilyen elképesztő magabiztossággal, mert pontosan tudja az, hogy egy 7-es cikkely szerinti eljárás, egy kötelezettségszegési eljárás, egy ilyen örökös kompromisszumokra épülő Európai Unió, ahogy ismerjük az Európai Uniót 60-70 éve, ez nem képes arra, hogy egyetlen egy tagállamot és annak egy vezetőjét a hivatalos keretek között szankcionálja. Tehát az általunk ismert szankciós módokon. Én úgy látom, mert én folytatom háttérbeszélgetéseket újságírók körében a bizottság képviselőivel is, hogy azért a feltételességi mechanizmus elindításával, aminek a vége szavazati jog megvonás lehet. Szóval ez az irány szerintem azért már konkrétabb, mint amit 10 éven keresztül az Orbán kormánnyal szemben az Európai Bizottság tudott érvényesíteni. Tehát letárgyalták, kibrusztolták, elindították, 2 évig térdepelt az Orbán kormány a szőnyek szélén, hogy kapjanak pénzt, és azért a belső jogalkotásba átmentek bizonyos észrevételek. Persze, és közben megnyertek még egy választást, még eltűnt pár száz milliárd forint a magyar költségvetésből ismert körökhöz. Tehát, hogy értem, és én szerintem is a jogállamisági mechanizmus egy nagy novum, meg tök jó, hogy van, csak én eredményességi szempontból, meg hatékonysági szempontból vizsgálom a dolgokat. Abban a tekintetben pedig itt van egy hatalom, amelyik most éppen Brüsszel átvételére készül azzal a rendszerrel, amit kiépített, és amitől a jóisten óvja meg szerintem. Jó, hát ez a magyar választókon múlik azért alapvetően. Kétségtelen, de itt úgy tűnik, hogy már kiépült egy olyan rendszer, amiben olyan manipulációs mechanizmusok, olyan pénzosztási mechanizmusok, tehát itt kiépült egy rendszer körülöttünk, tehát azért úgy abba ne bízzunk, hogy ez majd úgy valahogy majd kidob egy számunkra kedvező javaslatot. Nekünk politikai pártoknak kétségtelenül alternatívát kell kínálni, programot kell kínálni, harcolni kell, de nekem az a gyanúm, hogy az Európai Unióban úgy nem biztos, hogy... Itt van a sajtószabadság irányelv, képviselő. Ó. Hát most van eszközük, nem? Kétségtelen. Ez Magyarország vonatkozásában úgy látom elkésett, vagy 10 évvel. Pedig a mi kedvünkért hozták meg, úgy hallott. Igen, nem tudom, hogy erről ugye újságírói szempontból ugye hogyan látják ezt a kérdéskört. Nagyon optimistám. Értem. Jó. Én is optimista alkat vagyok, de lehet, hogy ez nem elég ahhoz, hogy ez a rendszer megdőljön. Akkor ilyen jó hangulatban zárjuk ezt a ma reggeli beszélgetést. Köszönjük szépen, és a kérdéseket is.